Igazad. Jó, belerepült egy muslinc a vizembe, szóval lehet, hogy inkább adok egy sört. Jó. Bocsánat neked. Nagyon jól hangzik. Azt mondjátok el nekem, hogy csinálják szervert, hogy van? Van szerver. Konfliktus Liga második elődöntő, ékezetek nélkül. Igen? És Liga nélkül. Igen, és jelszó. A chatben benne van a jelszó, csak én most már megnyomtam az élő adást, és nem szeretném, hogy más bejöjjön, úgyhogy azt onnan nézd ki a KL1 top 4 chatben benne van. Van KL1 top 4. Ja, Facebook, bocsánat. Igen, Messengerem. Hogy átadom Discordon? Én így ezeket a zavaró dolgokat bezártam, de... Teljesen jó, csak én is befogom egyébként. És az ember ártatlanul megnyitja a Facebookot, ártatlanul megnyitja a Facebookot, és Ricsinek az arca foglítja. Mert pszichológiai hadviselés. A szemét. Igen, ez így van. Na, azt mondja, hogy online vagyunk már egy perce, az jó. Rotty, az megjelent, az jó. Jól van, akkor itt is jól néz ki, azt hiszem. Attila, rá tudsz nézni Twitch-en, hogy működünk-e? Pillanat, ez a Balázsnak is adja egy promót. Ja, bocsánat. Nem, visszatértem, mint egy rossz Terminátor. Promót. Rogy. Jó, megjöttek a listák, már is feltöltöm őket. Röpke órák kérdése. Akkor rá is várok a spam. De jó. Oh my god, mit lesznek itt? Sok piros kocka. Sok piros kocka. Uh-huh. Mit kapok? Jézus, amit kapok. Jó, kedvenc listámat. Ki hol lesz? Én a piros oldalon. Meg tudod cserélni, ha gondolod. Tudom, az rendben van. Az ott még nem tartok. Én nem tudom megmondani, hogy bal vagy jobb oldalt leszek. Nem tudom, hogy melyik szögből veszed az asztalt. Mindenhonnan. És ki fogja? Ha-ha! Működik végre! Ugye, a kártyaforgatás forgatja a tokent? Igen. Meg a hajót is. Meg visszafele is. A hajót eddig is. Engem is, nálam is, vagy hogy van ez. Ha-ha-ha, király. Na. Jó. Hopp, és kidobott a szerver. Nagyon jó. Szétforgattad az asztalt azért. Igen, az én hibám volt. Abszolút. Ez lehetett az. Mindenkit. Na, akkor most csináljon olyan szervert, aki nem én vagyok, akinek nem egy Wooden komputere van. Nem tudom, Balázs. De egyébként, tehát, hogy nekem működik a gépem, meg minden, tehát, hogy... Ezt értjük. Jó, nem, nekem elég gyenge gépem van. Jó, azt mondja, hogy csinálok egy szervert. Ja, a global chatbe is panaszkodnak. Jaj, de jó! It's always Tuesday. Így. Ami nem igaz, mert az összes keddi meccset le tudtam jól játszani. Na, szereztem egy achievementet, írtam a global chatbe. Szép munka. Ez még nem volt. Annyira jó vagy, Ricsi. Na, BB, Rose és C3PO? Aha. Hm.
viszonylag sokat játszottam vele, úgyhogy megszerettem, meg nem bírom megtanulni a másik verzióját. Inni egy, inni három. Inni egy, inni egy, inni egy, inni egy, inni egy, inni egy, és van egy inni hármas róz. De róz inni három, jó. Csak azért, hogy mindenben jobb legyen a Vimoradinál, ami ugye drágább nála. Én az Into the Resistance-re játszottam egy picit, ott abban szerintem egy Vimoradi volt, és nézte a... Jó, az zseniális az a lista. Az hatalmas az a lista, csak... Mit kell ott az ellenfél hátába dobni? Én fint szoktam, mert... Amikor még kegyetlen volt Finn, addig volt az egy jó lista. Már azután játszottam, de úgyse volt rossz. Voltak problémák, tehát egyszer szembe repült Darth Vader, és egy lövésből kilőtte Finn, szóval... Ez roppantó kellemetlen. És így néztem, nem tudom valahogy úgy... Jó, egy tök totál noob kérdés. Hogy lehet regisztrált nikket szerezni az ilyen Tabletop Simulator globál csatornáján? Nem tudom, csak próbáltam. Hogy nincs. Minden esetre csináltam konfliktus nevű szervert ugyanezzel a jelszóval. Balázs, majd hozzá kell adni téged itt barátokhoz. Igen, és nekem is titeket majd valahogy itt... Látjátok a szervert, vagy... Nem, még homokorát is nekem. Jó, Totem megtalálta, nagyon király. Kapsz promótot és meghívhatod őket, ha esetleg a barátaid. Konfliktus, meg kis betűnőben számít? Nem, de nem nagy betűvel. Akkor nem. Nekem nem vagytok barátaim, sajnos pedig. Úgy le lehetne szülni. Kicsinek küldtem, ja, a Buddha viszont szerintem nincs fent nálam. Én viszont megtaláltam a szobát. Jaj! Jaj, is hívtál, csak... Hát most lehet, hogy látta mindenki a jelszót. Oh no! Oh no, és akkor én most nem tudok master lenni viszont, mi? Dehogy nem. Ki vagy te? Ott vagy. A Buddha. Szürket azok lenni, csak nem is adja a feketét. Ez így van, mert ez csak az asztal tulajdonosa tudja csinálni. Ez ilyen kis TTS Magic, de én be tudok dobni feketére, és akkor látsz minden. Promontot kérek majd, hogy betöltöttem. Már kaptál is. Danke. Tényleg meg kéne csinálni ezt a kameramentős trükköt. Aha. Uh-huh. Jó, megvárjuk, amíg betöltődik a listám. Igen. Panaszkodnak a listák fekete hátterére, hogy kitakarja az asztal szélét. Azért van lista. Engem nem zavar négyzet alakú a lista. Így. Vagy kit zavar, vagy hogy zavar, vagy hát nyilván tudok rajta állítani még, vagy mi a probléma? Rakjában azt mondod, hogy a két oldalt a két fekete csík, ami a listák háttere, az nem átlátszik. Ez egy design elem így. Hogy micsoda, az nem látszik? Nem átlátszó. Átlátszó. Hát persze, nem átlátszó, azért, hogy el tudja rajta olvasni a fehér betűket. Lehetne ilyen félig átlátszó. Jó a szeme. Rakjának de... jó a szeme. Na, nézzük meg. Vannak. Olyan durván néz ki a Proton Rocket hivatalos altárt kártya, hogy lemaradt róla valami szöveg, vagy nem tudom, hogy annyira ott marad a fejét. Ez van Proton Rocket át. Ja, Jake, jó. Rocket mennem kell. De Rocket, hogy annyi szöveg van. Spend van, kell. De jó! És... Hány pontból? 200. Nagyon jó. Na jó, Rafi, de csak már, hogy így azt mondjam, hogy... Bocsánat. Nem. 1, 4, 5, 4. Gufo jó helyen vagy, abszolút. És Danka is jó helyen vagy. Mind a ketten jó helyen vagytok. Az a kérdés, hogyha nem vagytok... Ja nem, Rafi egy külön a elődöntős szobába kérdezte ezt tőlünk. De ami biztos, hogy tudtok jelentkezni, az a Red Squadron Intruders nevű csoport, illetve van egy Discord szerverünk is, aminek mindjárt adok egy linket. Red Squadron Intruders? Nem, a Discord szerver lesz a jobb, igazad van, Ricsi.
úgyhogy már is meg fog ez történni. X-Wing Miniatures Hungary Facebook csoport. Így főleg. X-Wing, Spacer, Miniatures, Spacer, Hungary, Spacer. Várj, egyé, akkor nincs Spacer, akkor Enter. Na, bocsánat Balázs, hány pontban vagy, azt lehet, hogy mondtad. 200. Nehogy is, várjál, ez nem az a listám. Ez a listám az azt állítja, hogy... Ú, scoring boardot behozok akkor. Mondjuk teljesen mindegy, mert a... ilyeneket fogunk lerakni. 198, ha jól emlékszem. Igen. Na, belinkeltem srácok nektek a Discord csatornánkat. Gyertek, szeretettel várunk mindenkit. Mert mit nem találnak a srácok? Hogy hol beszélgetünk. Hát, visszetem, mindenhol. Mindenhol, de elsődlegesen most ide fogunk figyelni, így van. Jó, mi kell még nekem ez? Szóval, miért nem hoztam Ray-t, mert már játszottam ellened Ray-el, és nem akartam megint, tudom már. Én megmondom őszintén, hogy örülök, hogy nem hoztál Ray-t. Volt meg már tudom szó érteni. A... Rocket, mert szoktam, kitől kaptam neked. Volt már arról szó, hogy ki lesz az elsődleges játékos? Nem volt elsődleges játékos. Az elsődleges játékos az úgy fog kinézni, hogy... Lehet egy elsődleges játékos? Ad meg egy elsődleges játékos, az kurva jó. Nem lehetsz elsődleges játékos, mert én rettentően szeretnék lerakni egy nem is ezt. Oké, akkor ready player two. Így van. Hol vagyunk? Megfogom ezt a first player markert, és áthúzom ide magamhoz, hogy teljesen szabályos legyen, és amúgy is. És megfogom ezt a... gyönyörű, szép, és azt aztán kinagyítottad. És szimpatikus fieldet, és ide raktam. Na, viszont én most tenném meg, hogy átmegyek egy másik voice channelbe. Jó van. Oké, na, jó közvetítést. Sziasztok! Sziasztok! És csak hogy ti is értsétek, ugye itt arról van szó, hogy a fiúk nem akarják hallani azt, amit mi beszélgetünk majd Attilával, akit ezúttal is üdvözlök. Jó estét mindenkinek! Igen, kellemetlen, amikor mi itt találgatnánk, hogy ők mit tudnak csinálni, és véletlenül tippet adunk nekik. Így. Na, akkor Balázs lesz az első játékos, bár úgy nézem, ez sokat nem fog változtatni a dolgok sorrendjén. Így. Nézzünk listákat. Én úgy szeretek nézni listákat, hogy így, mert nekem ez így kényelmesebb, és akkor így látszódik minden. Van egy ilyen nagyon fancy funkciója a programunknak, amivel tudok csinálni olyat, hogy ezt itt is lássátok, de szerintem sokkal jobb, hogyha itt végignézünk az asztalon. Szóval én idejöttem Rose Tycho-hoz, akire egy C-3PO ül. Why you defender perform an attack you may reroll up to one of your results for each other friendly ship in the attack arc. Ami azt jelenti, ugye, hogy Rose Tycho annyi kockát dobhat újra, ahány jó barátja van a támadónak az arkjában. Itt ugye arra fog kimenni a játék, hogy amikor ő rálőnek, és ott vannak szoros alakzatban ezek a T-70-es X-wingek, akkor ugye újra dobálhat kockákat. C-3PO pedig meg lehetővé teszi, hogy két kalkulét tokenje is legyen egy akcióból, illetve hogyha szükséges az, hogy valamelyik másik hajónak plusz akciót adhassunk, akkor ugye koordinálni fog Rose Tycho, és akkor is kap még egy kalkulét tokent. Igen, és én azt várom Balástól, hogy ezt sokat használja, mert előszeretettel ad vele dupla módot az egyik X-Wingnek minden körben. És Rose-nak még marad a saját újradobásának a kalkulét módot. Így. A másik három helyett négy hajó, ugye T-70-es X-Wingek, egy darab BB Astromech-kel, ez lehetőséget tesz nekik arra, hogy mielőtt kék manővert hajtanának végre, egy charge elköltésével egy barárolt hajthatnak végre. És itt ugye lehet azzal játszani, még pluszba,
hogyha T65-ös lenne, akkor egész más formája lenne itt az akciókártyáknak, de ezek T70-esek, igazatok van, úgyhogy ő itt boostolni fog tudni a mozgás után még pluszba, hogy meglegyen neki a pozícióváltás. A kártyákra valószínűleg kevésbé kell majd figyelnünk, mert a tokenek vannak a hajókon. Igen. Számítani. Na, úgy látom, Balázs el is kezdett, hogy az összes egyes hajójával fölhelyezkedni az asztalra, de szép szó. Úgy látom, Balázs inkább egérrel használja, mint hogy használja a tárcsákon lévő... Hát nincs az a semmi baj. Én azt nézem, hogy nagyon variál még a formációján. Igen, hát gondolom minden pro egy jobban próbálja összetartani őket, hogy Rose-nak meg legyen ez a plusz reroll. Hát meg a coordinate range az meg legyen. Igen, ugye. Na de mi van a másik oldalon? Megyünk át a másik oldalra. Ó, hát itt vannak egyedi kártyák például. Nagyon szép egyedi kártyák vannak. Kezdve Jake Mooney alias Jake Farrell-lel alias Mooney-val. Ugye Jake Mooney játékos, ugye jól emlékszem, hogy eléggé top tíres játékos. Igen, ő nyomta a Jake Hunt meg a Handbrake Hunt talán. Uh-huh. Igen, nekem is így dereng, így van. Jó, Jake Farrell képessége egy pedig az, hogy ha ő végrehajt egy baráról vagy boost akciót, akkor egy range 0-1-ben lévő hajónak adhat egy fókusz akciót, és ugye ő még a saját akciójából tud linkelni még egy piros boostot. Tehát vannak ilyen ügyes játékosok, akik akár így két fókuszt is ki tudnak osztani, de ahhoz nagyon tudni kell, hogy ki hol helyezkedik el. Itt egy proton rakéta található, ami úgy látom valóban kicsit hiányos a kártya szövegezése. Akkor ezt megnézzük itt. Miért sikerült hivatalosan a tart? Soha nem hallottunk még olyanról. Igen. Bár a proton rakétának igazából nincs sok szövege, tehát igazából az ott mind a szöveg, csak gyakorlatilag igen. Egy markóhagyva alatta. Igen. Nem lett a szövegdoboz megrajzolva rendesen. Ahogy látjátok, egy fókuszért, illetve kell, hogy legyen fókusz a hajónak, ugye ez a kötelező elem, ami a kerüléshez szükséges, egy charge, range 1-2-be, bullseye-ba 5 kockás támadást tud prezentálni. Mindjárt nézzük tovább, hogy Ricsi hogy fogja ezt target lock-kal együtt összehozni. Megyünk. Hát nem is feltétlenül kell hozzá target lock. Hát egyébként nem, mert azért 5 kockán mindenféle érték elő tud fordulni. Szóval van itt egy dash rendár, ő átmozoghat obstacle-ökön, ugye ez megkönnyíti az ő közlekedését. És csak azért nézünk ki, hogy el ne kezdjék a játékot nélkülünk, mert akkor aztán had, de még jók vagyunk, úgy látom, bár valószínűleg most el fog kezdődni egyszer csak. Hát néhány körben még lesz egy kis időnk úgy is beszélgetni. Így. Balázs talán, de Ricsi biztos nem akar rögtön mindenkit arcba jousztolni. Hát az biztos, az ő hajói nem erre vannak kitalálva. Úgy látom, Balázs már be is tárcsázott. Hát, egyelőre gyorsan be lehet állítani. Azt mondod, ilyen régi klasszikus rebel beef mozgása lesz? Igen. És úgy látom, hogy indítjuk az órát. Beindul, igen. Vagy én indítsam nekik, és elindult az ére. Én is elindítom, hogy nagyjából lássuk. A Ricsinek van itt még egy dash rendárja. Félelmetes 4 kockás két irányba törre tarkal. Így, jövök is oda, hogy lássuk, hogy miről is van szó. És ez a felettébb alattomos dolog, amit mindig azt mondják, hogy a szemétdroidok a szemétdroidok, de hát Dash már 1.0 óta tudja, hogy mehet át bozóton, kövön, törmeléken, amint csak akar, neki nem számít. Így. Így, illetve neki van még egy hátráltatása, ugye ez a 4 kockás támadás, ez csak akkor működik, hogyha a range 2 vagy a fölötti
Range 1-ben nem, hogy nem kap range bonus, még el is hanem veszít egyet. Még ráadásul el is veszít egyet, így van. Hát, azért három kocka sem egy... Igen, egyébként itt sok hajó örülne, ha három kockája lenne pluszba. Van itt egy trickshot, hogyha aszteroidán lő át, akkor az a 4 az 5 legyen, vagy az a 3-4, ugye? Ráparkolva a kövekre, vagy akadályokra, ez különösen egyszerű szokott lenni. Így van. Találunk itt egy Bistant, aki annyit tesz lehetővé, hogyha Turetta, hogy ha fókuszálva vagy, akkor a Turett arkból lőhetsz, mégpedig olyan Turett arkból, nem, bocsánat, keverem, bocsánat, bocsássatok meg. Szóval lőhetsz ugyanabból a Turett arkból, de olyan hajóra, akit még nem lőttél. Így van, ez ugye pont a 4 T-70 ellen lesz majd pozitív. És van itt egy Perceptive Copilot, hogy itt két fókusza legyen ennek a dashnek, és ugye, hogy a második lövésre is legyen egy fókusza. És itt van mindenki kedvence Wedge Antilles, szintén egy altárt kártya, ezt majd nehogy lementsem itt verseny közben. Ugye, hogyha ő lő, akkor a védekező egyel kevesebb kockával védekezik. Tetszik ez az én is initiative jelölő. Na, de nézzük akkor, hogy mi történik. Hát nem is egyelőréket jöttek ezek a hajók, hanem hármasokat. Szerintem... Ja igen, hármasokat is boostoltak. Hármasokat is boostoltak bizony. Így Ricsi pedig... Jég barrel rollozott és adott két fókuszt. Dashnek, Dash pedig egyelőre barrel roll. Barrel roll, egy nagy talpas hajó, ami tud barrel rollt. Tartja a távolságot, de úgy, hogy ne vegyék észre, hogy tartja a távolságot. Pontosan. Ezt Han Solo sem mondhatta volna szebben. Próbálnak helyezkedni. Hát, nekem nem tetszik, hogy Balázs befordult, megmondom őszintén, mert útban lesz neki a törmelék. Szerintem erre Ricsi direkt rá is játszik. Igen, hát a Ricsinek ez a taktikája, a lényege. Nem tudom, hogy Balázs hogy tervezi megbirkózni az előtte lévő törmelékkel majd, kibarárolózik esetleg oldalra. Az viszont érdekes, hogy az összes X-Wingnek zárva a szárnya. Bár a kártya azt mondja, hogy nyitva. Úgy még ez a script egy kicsit fordítva. Akkor mégsem működik az a script, aminek örültünk itt az elején. Majd meglátjuk, hogy figyel erre. Vagy hogy mibe egyeztek meg, melyik számít. Igen, ugye ez ezért furcsa egy picit, hogy nem halljuk őket. Igen, mert Vegynek meg zárva a kártyája, de nyitva a hajó modell is, és a token is. Na, betárcsáztak. Én szerintem át is rohanok szólni nekik, hogy ezt most beszéljék meg és egyeztessenek, mert ebből még később lehetnek problémák. Bocs, srácok, a zavarásért. Hallottok? Hallott, igen. A tokeneket meg a kártyákat most ellenőrizzétek le, még, amíg nincs belőle nagy probléma, mert Ricsinél is fordítva, meg a T-70-eseken is fordítva, azt vettük észre a Tillával. Be vannak csukva a szárnyaim, és a kártyáim is be vannak csukva, ez teljesen rendben. Ja, hogy utára van. Ó, látom. Ha. Én egyébként az ikont, én ezt szeretném használni, a kártyát nem tudom nézni. Ezt ti beszéljétek meg, csak okay. Hogy tudjatok de róla, mert így kiszúrtuk a ja, tényleg. Nem, igazából a kártyáinkon vannak hülyeségek. A kártya van fordítva, mert egyébként fordult csak. Aha. Ja, igen. Nem érdekel. Akkor a tokent nézzük, mi jó? Akkor egyezünk meg abban. Igen. Szuper, rendben, okay. Köszönöm, sziasztok. Na, azt mondták, hogy rendben van, de persze nem, és tehát együtt fordul a tokennel a kártya, csak ellentétes irányba. Igen, hát csak melyiket fogják majd nézni? Melyik. A tokent fogjuk nézni, azt beszéltük meg. Most felfogta, hogy csupa van, és ugye erre. Uh-huh. Jó, illetve egy másodperc türelmeteket hadd kérjem, mert ebbe a pillanatban kezdett el csörögni a főbérlőm, úgyhogy most elnémítom magam, addig Attilát fogjátok hallani, én pedig már is jövök vissza, bocsánat. Na, hát akkor nagy műsort csinálok itt egyedül. Sajnos én, mint szeparatista, meg ex-birodalmi játékos, túl sokat nem értek a T-70-esek, meg a lázadók taktikázásaihoz. Azon kívül, hogy a Nem, bocsánat, csak egy szituációban vagyok éppen hajók. Közvetítést csinálok neten keresztül, és nem tudtam egyből fölvenni, de itt vagyunk. Sem nem tudhattad. T-65-ös, még azt mondom, két pajzsal az úgy pont jó.
Félni is kell tőle, de el is lehet vele bánni, de az a plusz, hogy az nálam már sokat számít, legalábbis lélektanilag. Így egész konkrétan kibontották, ki kellett vágni az egészet, meg, és az én új vevőm, aki ugye most már itt van, ő így valamennyire mérnek, azt mondta, és hogy így nem annyira gond tudja, nem annyira látja még lelki szemével, hogy hogy kerül be az új tartály. És igen, így ebbe belegondolva jó is, hogy csukva van neki a szárnya, mert akkor tud mozgás után barállolozni. Mert így. Ez T-70-es. Tehát valószínűleg azt is itt fogják összerakni. Vagy én így tudnám elképzelni. Így nézem, Balázs variál még valamit az egyik tárcsán. Még azt annyit tudok. Most akarja kitalálni, hogy akkor hogy is menjen ez a akadályok közti, akadályok melletti elmenetel. Még egy ellenőrzés, még rózon egy kicsit variálunk. Eldőlt, indulunk. Na, szárny nyit, Balázs nem lassít le. Maga biztosan három előre lőni akar. Piros kettőre, ó, milyen szépen befért mellé. Na, így kell precízen felhelyezni a hajókat, hogy aztán rákövetkező körökbe egy nagyon szép sorfalat lehet állítani. Bár azt nézem, a pirosnak következő körben az előréje kérdéses, hogy össze rá fog-e érni az a törmelék felőre, vagy sem. Semmi extra, eddig két fókusz. Zöld is csinál egy három előjét. Nem, a zöld bébi előtte. Na, bocsánat, visszatértem. Na, arról maradtál le, hogy Balázs nagyon szépen tud formációban repülni, és nagyon közel van egymáshoz a piros meg a sárga, sőt, most már zöld is. A zöld bébizett egyet. Uh-huh. Mert úgy nézem, a charge-ot nem forgatja. Vagy legalábbis még nem. Uh-huh. Ricsi is észrevette. És a kék, úgy nézem a tárcán, hogy az is bébén gondolkodik. A másik irányba. Fú, én meg közben fölzárkózok itt, mert mindenhol van chat egyébként, és így próbálom követni is. Szóval, igen, bocsánat, a Discord csatornán elnémítottam magam, de magában a közvetítésben nem, úgyhogy akkor mindannyian tudjátok, hogy nincsen kazánunk, illetve nincsen melegvízünk. Egyelőre így. Tiszta szerencse, hogy jön a jó idő. És ja. Rafi, pedig neked azt tudom mondani, hogy fél perces csúszás van a streambe, úgyhogy ha látjuk, illetve látjátok, mi ugye látjuk az ő tárcsaikat, de adott esetben ugye ennyivel később fogják ők látni. Hát én azt mondom, hogy ez mindenkinek a saját lelkiismeretére van bízva, hogy mennyire nézi ezt a mi streamünket, már hogy a játékosok közül. Őszintén szólva, én azt mondanám, nem jellemző. Ugye Discordon is, amikor én játszottam, és streameltünk játékot, csak ott a helyieknek, akkor ugye ott is nézhették volna Discordon az ellenfeleim, de soha nem volt erre példa. Uh-huh. Egyébként igen, és ugye ilyet is szoktunk csinálni, hogy csak Discordra streameljük, de itt az elődöntő, illetve majd a döntő mi volt, hogy ez mindenképp kikerül. Azt gondolkodom, hogy vajon a posztokban ezek frissítve lettek ezek a címek, mert lehet, hogy nem, és akkor most többen is. Az egyikben Ricsi biztos frissítette, ott én láttam a te Twitch csatornád linkjét. Szuper. Az, hogy mindenhol-e, azt nem tudom, nem mentem végig a dolgokon. Hát jó, akkor majd abba bízunk, hogy egyébként azt gondolom, hogy mindenhol, mert szerintem sose volt még ennyi nézőm, úgyhogy köszi srácok, légy, iratkozzatok föl, támogassatok a Patreonon, ja nem, nincs Patreonom, úgyhogy ezt nem is fogom folytatni. Így. Még nincs. OnlyFans-ed van? Persze, az mindenképp, azt kellett a munkahelyre.
A Wedge megnézte, hogy mi újság, de még messze van a target lockhoz meg a lövéshez. Talán még Jake is, viszont Dash mindenképpen elkezdheti már a mókát. Hát és ugye... Sikerült még a második legjobb opciót összehoznia, hogy range 3 legyen. Legalább a védekező bónuszát megkapja. Így. De hát ez 5 kocka. A 4 ellen. Hát igen. Tehát, hogy six shot, és akkor ad még egy zöldet is. Így. Na mennyire akar Ricsi védekezni? Egyelőre annyira nem. Eltölti a fókuszt. Nem akar védekezni. Szerintem, hogy halott X-wingeket akar látni. X-wing is elkölti, egy baj is. Na, így nem lesznek halott X-wingek, viszont visszalőnek Dash-re. Igen. Most jön a kérdés, hogy Ricsi mennyire akar a továbbiakban védekezni. Uh-huh. Szerintem itt már nem fog költeni egyébként. Az old X-wing szerintem se kéne, hogy költsön. Az X-wingek csak egy fogják lőni. Igen. Az három. Egy pajzs vagy egyben. Egy pajzs. És akkor ugye ez kettő módosítatlan lövés. Igen, tehát ez is vissza. Már valami Ricsi javára, hogy az a két X-ünk nem tud mit kezdeni majd a nem kézből dobott dolgokkal. Így. És hát Dash-nek is lesz három védőkockája. Igen, ez egy nagyon érdekes nagy hajó, közben kiraktam a képet középre, hogy ti is lássátok. Tehát ő alapból kettő kockával védekezik, nem úgy, mint például Han Solo, ugye például híres Millennium Falconban. És a kék is elkölti a fókuszt. Ez így nem olyan rossz, azért talán. De hát kinek? Azért itt... Hát igen. Jó, ez igen, majd akkor derül ki. Egyiknek sem, mert Balázs nem sebződött olyan sokat, lehetett volna ez sokkal rosszabb is. Uh-huh. Ugyanakkor így ő is sokkal kevesebbet fog tudni visszasebezni. Ez így van. Én pedig gyorsan színezek itt a listába is hajókat, hogy nyomon tudjuk követni. Na, ez a rendkívül érdekes dolog. Dash-nek azt mondta a range ruler, hogy több párhuzamos pont van, és választhatja, hogy obstructed vagy sem. Viszont a rukinak azt mondja, hogy már csak hogy nem, ott mindenképpen obstructed. T-70-es az felől. Mondjuk igen, valóban. Kíváncsi vagyok. Úgy tűnik, abba egyeztek meg, hogy elhiszik. Hisznek a programnak. Hát, Dash. Az ellen nem véd a sok kocka se, hogyha nem dobsz rajta semmit. Ez így van. A másik meg kézből kidobja a hármat. Szóval igen, Dash-nek a sok piros kocka is meglepően sok idézőjelben sok zöld kocka az indokolja, hogy drága legyen. Szerintem nincs másik nagy talpas hajó két agility-vel. Az jellemzően a közepes talpasok kiváltsága, és alpor semmit együttnek. Megint kézből hit-hit krit. Hát mondjuk így nem kell akkor módosítás Balázsnak valóban. Így nem. Na, két ivéd. Az se volt olyan rossz. Na, és komolyan az egyetlen módosított lövés. Igen, nyilván a végére hagyta. Abból is hit-hit krit. Hát ez... Egyedül a kék dobott olyat, hogy egy blank, két fókusz, abból nem volt semmi. Ó, hát ez itt... Ez baj. Hirtelen felindulásból fél Dash. Igen. Két pajzsért. Full bridge. Hát azt nem szereti Dash. Szóval igen, részben ezért mondtam, hogy ezek a T-70-esek nagyon ijesztőek. És nekem az a plusz egy pajzs a T-65-höz képest sokat nyom lélektanilag. Igen. Igen, és ugye az sem működött, hogy Dash aszteroidán átlő, és plusz kockával, és akkor nem... Nincsen title rajta, azért. Igazából Dash nem dobott rosszul, de az X-wingek se. Igen. Ez és így sokkal jobban számított az, hogy igazából az X-wingek piroson sokkal jobbat dobtak. Nem kellettek a modok. Igen. Kérdés, hogy ez a szerencse kitart-e a következő körökre is. Mire gondolsz, Panda?
Melyik érdekes, nem látjátok? Kikinek szurkol? Rafi kérdése? Már hogy mi? Hogy mikinek szurkolunk? Már hogy nem mikinek, érted? Hát én neked érted? Szurkolok. Hát, őszintén szólva, én a döntőbe egyik ellen se szeretnék játszani, teljesen más okok miatt. Illetve hát, igen, a két lista ellen nekem teljesen más, hogy kellene készülnöm. Bár még ugye az sem garantált, hogy ezek közül lesz valamelyik lista, amelyik ellen játszok. Ugye ezt tegyük hozzá, hogy ennek a ligának ugye az volt a szabályzatában, illetve nem volt kikötve, hogy mivel jössz az adott mérkőzésre, bárki bármikor módosíthat. Ez így van. Következő fordulóba, vagy hát igen, fordulónak nevezhetjük, ott már van egy kikötés, hogy gyakorlatilag kettő listát játszhatsz az egész. Hát hívjuk a következő szezonnak. Igen, így köszönöm szépen, következő szezonban kettő listával lehet játszani. Ugyanezt a kettőt bármikor cserélgetheted, tehát akár hetente variálhatsz, de csak kettő listával tudsz jönni. Balázsról azt tudjuk, hogy ez ebben a listában, illetve ennek variánsaiban nagyon sok játéka van, úgyhogy ő ezt nagyon ismeri és szereti. Uh-huh. Ricsi meg azért ezt a felállást hozta, mert nagyon szereti Dash-t, nagyon szereti Jake-et, és hát ugye az XTC bajnokságra is ezzel készül. Ez a listával. Még nem végleges, még nem hivatalos, de ha jól emlékszem, ez a főjelöltje, hogy ezt hozza. Talán nem túl meglepő módon nekem pedig az M plusz 2, amivel Daniel-en játszottam. Igen. Közben, hogy válaszoljak, igyekszünk majd akkor felolvasni gyorsabban ezeket a kocka eredményeket, hogy ti is lássátok. Sajnos ott még nem tartunk, hogy így középen lássátok, mint például egy Gold Squadron podcastes mérkőzésen, de igyekszünk ellesni a technikát, hogy ez nekünk is működjön. Addig is igyekszünk nyomon követni, illetve hát azt tudom mondani, hogy amennyire látszik még így a összekuszált képernyőn, ott is igyekszem nyomon követni a pajzsok, illetve hullok alakulását. Szóval Rafi ezért volt fekete a háttér, mert például most Balázsnál az se látszódik, hogy kinek milyen hiányzik. Látszik, az csak nehéz megmondani. Uh-huh. Viszont belét kötök. A stream overlay-eden a piros X-Wingről hiányzik a Baby Astromech. Meg az S-Foil is, de az már kevésbé lényeges. Hát ez érdekes. Linket másoltam be. Mert hogy nem is látszik, hogy ott van, és ráadásul egy ponttal olcsóbb a többinél. Aha, és valóban. Akkor ezt újra futjuk. Balázs átgondoltan tárcsázik, még mindig a kékre várunk. Ó, nem, bocsánat, már lép. Már mennek. Kék egyelőre fókuszt ment, piros. Balra három elnyézett, majd jobbra boostolt. Ó, blokkolni szeretné Dash-t. Most jön az, hogy Dash vagy átugorja, vagy egy élessel kifordulna. Hopp, zöld nem fér be. Nem baj, Róz megoldja, hogy ott is legyen mód. Jön a koordinálás. Valamelyiknek adhat dupla modot, kéket boostoltathatja, ha az kell neki. Nem, zöldnek ad egy fókuszt. Ha már ütközött, akkor is legyen valami. Hát kérlek szépen, itt az van, hogy elfogy a... Nincs helyed? Nekem lenne helyem, a stream overlay-nek nincs helye, úgyhogy egy picit csalok.
Na, a Jake nehéz választás előtt áll közben. Barrelrollozom jobbra, hogy adjon Dashnek két fókuszt, és a kék arcon lője, vagy barrelrollozom balra, és adjon magának egy fókuszt, és hagyja Dash-t ott, ahol van. És majd Dash talán megoldja magának a dolgokat. Na, kit fél Tricsi jobban? Fél Dash-t, vagy Jake-et? Mondjuk fél Jake-et, mert egy lövést kapna csak. Abba talán nem hal bele. Hát úgy nézem, igen, Dash-t félti jobban. Barrelról adja magának a fókuszt, boost balra, adja Dash-nek a fókuszt, és még proton rakéta is lesz a kék X-wingre. Ez gyönyörű volt. Na, Dash elkerült a blokkolást. Még két lövése is lesz, bár a bolytőn csak az egyik lesz akadályon át, de legyen ez a legnagyobb baja. Hát két lövést kap. Van két fókusza, amit tudna még csinálni Barrelról, aki sok értelme nincsen. Forgatni felesleges azt a tűzívet. Target lock. Kit utál jobban? A zöldet. Arról már hiányzik egy pajzs. Így, visszajöttem. Frissítettem az overlay-t, remélem most már így rendben van. Jól néz ki. Úgyhogy így, ha bármilyen hibát láttok egyébként, így szóljatok, írjatok, itt vagyunk, csináljuk. Egy is belép most már a csatába. Na, kit szeretne Ricsi jobban megölni, a zöldet vagy a kéket? A kék még tele van. A zöldről hiányzik egy pajzs, mind a kettőnek egy fókusza van. Az egyikre Dash lőtt kockával, a másikra Jake lőtt kockával majd. Kit fog megtámogatni Wedge? A zöldet. Talán abban reménykedik, hogyha sikerül lelőni a zöldet, akkor Dash egyel kevesebb lövést kap. Igen. Bár most így kettő. Próbálom összerakni az arkokat, az a piros az valószínűleg nem fogja látni, ugye? Ott ez... Az a piros az nem fogja látni, az messze lesz. Az biztos. Jó, az túlzás, hogy messze, de abból kiment Dash. Igen, igen. Na. Hát ez a Wedge, ez nincs jó napja. Target lockkal egy hét. És az egyik kijött a védőkockán. Ej. Mit rajzol Balázs? Rajzolt egy TIE Fightert. Ja, talán nyilai az egy, a zöldet lövik. Igen, kövön át megint csak a zöldbe. Így. És azt nézem, nem fogjátok látni. Ó, de hogy nem fogjátok látni, mert vissza tudom alakítani. Pont nincs meg kövön át. Egy hit, kettő krit. Elkölti a fókuszt. Legyen négy. Én elkölteném a fókuszt. Mert ha csak ha elkölti a fókuszt, és Balázs csak egy blanket dob, akkor az egy fél hajó. Így, és most már látszódik a kocka is. Hát így viszont Balázs el fogja költeni, és ez csak kettő pajzs lesz. Mert nem akar kritet a pajzs alá szerintem. Nem valószínű. Igen. Des, második kör a sárgába. Na, két fókusz, nem, erre se költi el. Szerintem meg akarja tartani védekezésre. Igen, megértem, nem. Körből. Nem, ezt egyet elköltötte. Aha. Csak egyet tart meg. Bár ha már egyet elkölt a kettőből, szerintem pont a másikat kellett volna. Mert egyrészt kritikusat lő a zöldbe, másrészt az már fél pont. Sárga meg még tele van. Hát én itt Balázs helyében megtartanám a fókuszt. Két pajzs nem, azt nem szoroz a sárgán. Még.
Még, igen. Aztán két körrel később lehet, hogy fog, de most még bátor lehet. Vezet, van kire lőnie. Agresszívan kell nyomni. Nem, védekezik inkább. Akkor ez sárga, egy pajzs, minusz. Na akkor... Visszalövések? Nem, még van egy Jake Proton rakétánk. Még egy... Ó, tényleg. Range 1-2, 5 kocka, van rá egy fókusz. Hát ez kék nem örül szerintem. Hát fele van, úgyhogy van még mit veszítenie. Na, Jake, 2 vagy 4 hit? 4 hit. Fú, szerintem most greedy egy picit a Ricsi az előző körben elszenvedett pontvesztesség miatt, és valamit szeretne visszahozni. Ez 2 pajzs a kékről is. Abszolút meg tudom érteni, és ezzel nincs is gond. A gond az, hogy a sebzéseit szana szétszórja a 4 X-wing között. Igen. Igen, ez a baj, hogy nehéz ezt így koncentrálni. És hát azért ott jönnek. Rose range 3, Jake-be 7 crit. Kézből dobja, nyilván. Hát lenne két roll kalkulétje. Hopp, Jake-be egy pajzs. Bár szerintem ebből az egész listából, ha egy hajót elkezdítened, az Jake legyen. Hát igen, egyébként, mert... A legolcsóbb, és most, hogy a proton rakétát kilőtte, a legkisebb tűzerőt képviseli. Így, bár ugye ez a fókusz akció adogatás, ez mindenképpen support, úgymond support ass szerepkörben tartja végig. Hát igen, most ebben ez ellen a ellenállás csapat ellen abszolút ass-ként is tud működni. Na, range 2. Két hit. Két hit dashbe. És dash kiblenkel megint. Kiblenkel és Hullbridge miatt az 2 crit. Bizony, bizony. Hopp, structural, kellemetlen. És a Sunfire, na az még kellemetlenebb. Ugye ez kiveszi gyakorlatilag dash képességet. És ha megnézed, az első két pöcök közül kiáll az a debris field, úgyhogy garantáltan ott sebződik egyet. Ott, bizony. És azt mondja, most van rajta 4 kártya, van 6 élete, tehát ha a zöld most sebez bele egyet, akkor Dash meghalt. Uh-huh. És okay, egy kockával fog védekezni. És miatt ugye egyel kevesebben védekezik. Hát nem tudom, nem tudok ilyen gyorsan kattogtatni. Stand pilot. Na, miért megy a variálás? Más nem szerintem ott, igen, valószínűleg a... Vagy nem tudom, az Obstructedon gondolkodtak? Tehát azt meg megmondja a gép. Egyrészt megmondja a gép, másrészt meg nincs is annyira nagyon közel ahhoz az felhőhöz. Igen, és azt, ha jól láttam, nem is Obstructed, Unobstructed bizony. Nem. Elmegy mellette, ott mutatom, így. Nézzétek csak a kis lila csíkot. Piu-piu. Jó, bizony, az szerintem ők is ezen vitatkoznak. És Dash sem Obstructedba lőtt. Így. Így van pontosan, Panda, ahogy mondod is, hogy nincs koncentrált tűz X-wingekre, és Balázs jó dob a védőkockán, és Ricsi meg nem, sajnos. Hát de hát ez megint egy krit, úgyhogy... Hullbridge miatt mindegy. Hát igen, csak hogy mégse. Egy jó Richardig. Disabled power regulator. Következő körben ionizálódik egyszer. Ez nem fogja őt zavarni ebben a játékban már. Igen. Hát ilyen Richardig összesen sebzett hetet, mindet pajzsba,
ha már csak ez a 7 mindegy X-Wingre megy, ez egy halott X-Wing, de hát ez a 7 lehetett volna sokkal több is, mert Balázs nagyon sok fókuszt elköltött, hogy az ne több legyen, hanem csak igen. Igen, hát és az igazság, hogy a Balázs a 2-3 kockás dobásaiból rendre festékeseket dob. Ez és ráadásul van, nem ez csak szemeket, hanem hát hiteket, igen. Meg kriteket. Ha össze tudta volna hozni Ricsi ezt a fókusztüzet jobban. Hú, hát ez a Jake akkor. Sőrű. Hát nem. És még egy kocka, mert range egy. Az rendben van. Na, kézből 3. Meg lehet dobni, hát nem itt. Nem jött össze. Akkor és már ugye egy pajzs hiányzott, úgyhogy az ott be is megy. Igen, Jake, belehal-e? Nem hal bele. De ennek annyira örül, mintha bele is halna. Mert most már az a kettő kék éles, amit annyira hát szeretett halni, az most már nem az. Cifra dolgok ezek. Az az igazság, hogy így, tehát amikor lett volna lehetőség koncentrálni ezt a tűzerőt, ugye... Várjál, Ricsi elhúzta a Damage Dungeon Dash-re. De miért? Ez egy jó kérdés, bocsánat, belenyúlok. Igen, mindenképp. Az nem ott van. Így. Bár... Annak valószínűleg frusztrált, és nem figyel, de igen. Hogy annak a dashnek már így is mindegy, hogy fordul éleset. Csak mégiscsak a darabszám miatt kedvezőbb. A kritikus token kint van Jake-en, úgyhogy biztos nem szándékosan csinálta. Igen. Mert valószínűleg, ahogy rendezgették a kártyákat a számoláshoz, ott mehetett át a dolog. Vajon Vegy le tudja hozni egyedül az egészet? Hát, tartok tőle, hogy ha le is tudja hozni, nagyon nehezen csak. Tehát ahhoz az kéne, hogy a következő körbe Dash legalább egy hajót eltakarítson. Igen. Mert különben... De nem fog eltakarítani semmit, mert átmegy az akadályon és a stunt pilotba belehal. Ó, bizony. És ha Jake is követi a példáját egy életről hamarosan, akkor hát Richie-nek le kell lőni egy wedge-el mindenkit, kivéve egy hajót. Így, egész pontosan. Rose plusz 3 X-Wing a minimum, amit le kéne lőnie. Mindezt úgy, hogy közben ő nem sérül. Hát sérülhet kettőt, a két pajzsot elveszíthet. Hát igen. Igen, mert ha a fele hajót elveszíti, akkor viszont mindent vagy semmit kell menni. Hát ha a fél hajót elveszíti, akkor neki is le kell lőnie még egy fél hajót. Felett, igen. Mert attól még, igen, az úgy még pont egy pár ponttal megmarad az előnye. Így. Az a kérdés, hogy ő, Ricsi vajon figyelte ezt a kis huncutot? Hát nem tudom, hogy figyelte, de igazából mindegy, mert ugye... Mert lépés után kapta a stunt pilotot, hogy biztos nem erre készült. Hát jó. Tipikusan az a kritikus kártya, ami szinte soha nem számít senkinek, de Dash-t konkrétan hazavágja. Hát főleg így, hogy ugye a Ricsi annak tudatába parkolt ide, hogy semmi baja nem lesz, hiszem. Hát figyelj, mennyire vagy jó matekból? 2 darab stunt pilot van a 33 kártyás pakliban. Mennyi az esélye? Akkor az 2 a 31-hez az esélye. És ennél többet a Greiner Tomi tudna csak mondani fejből. Ehhez még hozzá én, hogy a kritikus dobás 1 a 8-hoz,
bár ezt mondjuk biztos nagyon megemeli a Hull Bridge, mert mindegy, mit dobnak rá. Igen. Na, közben lépünk. Kék megfordult. Egy forgó X-Wing. Sárga is csak máshogy. Ó, és befér. Majdnem azt mondtam, hogy lát a pirossal kellett volna előbb, mert ez nem fér be, de befér. Befér neki. Nagyon, nagyon, nagyon ügyesen repül a Balázs. Azt vettem észre, hogy... Igen. Nem tudom, hogy ezzel a talonról a lőtt Jake-et vagy Wedge-et várná inkább, de talán a sárga az most nem lő. Na és most jött, hogy megblokkolta. Nem, nem, azt mondja, hogy kék manővert fog zöldel felfedni. VB-zett is egyelőre, egy enyhe. Így, hát ő ott csak pozícionál. Hát felismerte, hogy előnyben van, úgyhogy most már nem kell neki olyan adagot alkotnia, csak nyugodtan, biztonságosan játszania. Ugye baráról volt egy mozgás és egy boost, ez úgy jó. Igen. Akkor ott, viszont akkor elfogyott a BBA charge a zöldnek. Igen. Hát a piros pedig blokkolva. Most az lenne a nagyon kemény és a nagyon meglepő, ha Dash 3 talonozna jobbra. A bocsánat, nem Dash, Wedge. Igen, 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 igen. Hát igen, egy jobbra 3 talon, az most így meglepetés lenne a... Az biztos, és az még lehet, hogy mindenkinek. A sárba sem menne benne bele, de az közel lenne. Rose dupla kalkulál. Ő szerintem arra készül, hogy Wedge elkövessen ellene valami gonoszságot. Na és miért hát... dupla kalkulál, miért nem fókuszál? Mert kihasznált a C-3PO-t. Az mégiscsak két tokem. Na jó, de miért jobb a két kalkulét, mint az egy fókusz? Azért jó a két kalkulét, mert az egyiket el tudja használni lövésre, a másikat el tudja használni védekezésre. Így van. Ha olyat dob, hogy egy szem van csak benne, akkor arra elég az egyik kalkulét, és nem megy el az egyet. Tokenje, marad egy másik a másik dobásra. Így, így. Na. Hát ebből a kanyarból Dash-től szerintem Ricsi látta, hogy mi lesz. Igen. Még be is pánikolt. Még csak, hogy legyen egy-két stressz is azon a szegény hajón. Na, de hát nekünk úgyse, illetve ezt mindannyian tudtuk, hogy mi lesz. Itt az a kérdés, hogy Wedge. Mit ott a háromtalon. Ott a háromtalon. És na, a legelő lévő pozíció... Az gyanús a range annak a sárgának. Az a kérdés, hogy lesz-e ark? Most Wedge szemszögéből nézem, talán nem látják egymást. És ez Richie-nek egy tökéletes lépés így. Azt igen, gyerekek, nem látja a sárgát. Ott pont annyi van, hogy elmegy mellette. És range 2-ben lőheti a zöldet, akit valószínűleg le fog felezni, mert a zöldnek nincs módosítója. Zöldnek nincs módosító, így van. 3 az 1-ben lőheti, csak... Dobjon kézből valamit. És vajon az a kék, az, rá, az, az mennyire lát rá? Vegy rá? Na, hit crit, fókusz. Kék sem mennyire nem lát rá. Az is egy fókusz, akkor az bemegy az a hit crit. Jövünk ide. De mit szenzor erre? Hát itt csak fókusz akciót hajtunk végre, de hát ez... A BB charge-ök nélkül másra nincs is nagyon szüksége. Így, így. Na. Obstructed range 2. Ez egy kis mentesség talán ennek a szegény Wedge-nek. A Rose, ez komolyan ilyen MVP-nek indult ma. De Wedge ezt kidobta kézből. A... Wedge felébredt, rájött, hogy... Itt neki meccset kell ma játszani. Rájött, hogy egy űrcsata van. Mozogni kéne. Megérkezett. Így van, Nóval itt target. Sejtettük még a kék. Hát szerintem elmegy mellette, igen. Ez egy nagyon szép lépés volt Richie-nek. Hát igen, az erősen ma kezdte ezt a játékot. Igen, és hát tudta, hogy valami meglepőt kell most lépnie. Azon csodálkozom, hogy Balázs, hogy nem számított erre, hát hiszen az X, a két X-Wingnek a
és a mozgás lapja, vagy mozgásaid közel azonosak. Hát figyelj, ahogy a Dakota bölcsesség tartja, ha számít rá az ellenfél, akkor nem meglepő. Aha. És hát a három talon szerintem sem a legegyértelműbb lépés volt, hanem az, hogy megy tovább előre, esetleg kifordul jobbra, hogy ráforduljon a sárgára, vagy a zöldre, mert azok ott jöttek a két aszteroida közül. Lett volna ott egyszerűbb lépés, vagy... Hát egyébként igen. Lépés, hogy megy előre és lelövi Rose például. Az is, de akár még azt is mondhatjuk, hogy ez a kettő derékszög, és akkor fókuszált lövés a sárgába. Vagy így, itt valószínűleg arra ment Ricsi, hogy be akart kerülni a zöld mögé, mert ugye ott tud pontokat szerezni most így az első körbe, aztán folytatni tudja a többivel. És ugye most ugye mindenki stresszes, de most senki nem fog nagyon jó pozícióba kerülni. Hát ez nem így van, a piros, a zöld T70-es nem stresszes. Ó, akkor én megint más műsort néztem, de a kékkel is be fog tudni fordulni. Hát nem. A kék négykázott, befordulhat, csak nem lesz módosítója. Csak nem lesz módosítója, tehát marad ugyanúgy stresszes, vagy pedig enyhét megy, és akkor utána boostol, de az megint kevés. Hát az nem is biztos, hogy a boost már befér meccstől, bár talán. Bocs, srácok, nem halt meg Dash-e az overlay-en. Bocs, jogos. Szóval, ha éles lép a kék, akkor Vegs vagy kimegy az arkjából, vagy beleütközik. Igen. Ami igen Balástól meglepett, hogy a sárga három talonozott, az ilyen ránézés nagyon semmilyen pozícióba tette. Hát ővel most nehéz lesz innen kimozogni, még pluszba. Hát vagy bevállalja a dupla stresszt, és balra élesezik egyet, vagy jobbra enyhézgetés egy-két körre eltűnik. Hát a balra élessel szerintem nem, hogy dupla stressz, hanem hogy fönn is marad az a űrszeméten. Hát az nem számít, ha lejön róla a következő körbe. Hát jó, értem. Űrszemét persze, hiszen... De mondhatja azt is, hogy három előre, és megpróbálja Jake-et elkapni a sarokba egy-két kör múlva. Uh-huh. Én ezt is... Igazából ebből a pozícióban én azt próbálnám meg, hogy ne hagyjuk Jake-et se Newton, mert van itt másik négy hajó Wedge-re. Igen. Sincs olyan jó helyen. Nézi nagyon azt a szétlőtt TIE Fighter-t. Ennek a Rose-nak lesz még izgalom. Hát enyhézik, nem biztos, hogy lő. Azt megcsinálja, hogy a kékkel lép előbb, és aztán Rose kienyhézik, vagy kiélesedik, és koordinálja a kéket. Uh-huh. Hát igen. Vagy tojik az egészre, és átmegy az űrszeméten, és lövi Wedge-et. Mert hogy a újradobásra lesz ki. A 70-esek miatt. Igen. Bár eddig Balázs nem igazán játszott hiperagresszívan, úgyhogy nem tudom, miért most kezdeni el. Nagyon taktikusan visszafogottan beállt mindenkivel Dash-re, és... Egyébként jól csinálja. Na, még egyszer átgondolják a tárcsákat. Lesz varázslat, úgy látom. Sárgát átállította, vagy visszaállította ugyanazt, azt nem tudjuk. Még Rose nézegeti egy kicsit. És kezdjük, 4K zöldtől. Klop token az nem nyert. Másik token. Pirostól is. Wedge-et lőni fogják. Igen, úgy látom, hogy... Aztán most megint ez a kérdés, hogy Ricsi mire készült, ugye?
Nem lett meg, ha erre készült volna. Na, ott az éles át a felhőn. Így, így. Ugye az egy dupla stressz. Az egy blank, hogy véletlenül se legyen belőle sebb. Á, de ha krit, az se számít most még sokat. Hát azért az egy második pajzs lett volna. Kéktől az egy enyhe. Na, barrelról lesz, vagy target lock? Ah, zárta a szárnyát. Akkor barrelról lesz. Akkor barrelról. És még ha fókuszál is előtte? Ezt szerintem nem akar fókuszálni, mert majd Rozzal koordinál egy target lockot. Uh-huh. Nem, Rozzal átszaggat a... Rozzal nem kalkulál, mert Balázs... És bejött. Balázs nem agresszívan játszik. Már de. És megúsztál, jó. Hát itt mi lenne? Szerinted az lépett egy kettő éles tricsi, hogy ne férjen ki? Az lett volna szép, ha Ricsi a balra lépett volna kettő élest. Mert most, ha bármit lép bele, megy Róz arkjába, az három újradobásos támadás lesz ellene. Ha range egy, akkor három kockán. Aha. Jake igyekszik visszajönni. Kettő enyhe. Három enyhe. Befér, de ennek nem biztos, hogy Ricsi örül. Hát igen, mert módosítók nélkül maradt, ugye? Ez fehér manőver. Hát kérdés, hogy kézből kettőt bele tud-e még lőni a zöldbe, mert akkor azt legalább leszedi, egyre kevesebb lövés. És vajon vagy olyan greedy, hogy range 1-ben négy kockával lőj módosítók nélkül? Nem szabad, mert ott legjobb esetben is fél hajót kapsz. Uh-huh. Viszont ha megölöd a zöldet, akkor utána kevesebbet lőnek vissza. És azt Ricsi tudja. Így, így. Most már csak a kockának kell segíteni őt. Nem jött össze. Ez pont hát, egy még az összejöhet. Neki. Nem. Az ott... Nem. Az csak kettő? Az csak kettő. Aj, van egy élete. Egy sárga csík, ja, az... Két sebb kellett volna oda. Igen. Hát akkor így. Jake megcsiklandozhatja a sárgát. Így. Világ végéről két fókusz, egy fókusz ráadásul, hogy még csak véletlenül se. Hát, én, ha mondanám, hogyha hinni lehetne a kocka statisztikáknak, akkor az jó lenne, de az én érzésem szerint Ricsi nagyon átlagon alul dob. Rose Wedge-be egy találat az újradobás után. Hát, én azt még nem állítanám, hogy átlagon alul. Na most már igen. Akartam ez, kérdezni, hogy így ezek után, ha mint gondolsz. Én próbálok visszagondolni. De sem dobott olyan elképesztően jól piroson. Vegy se. Hát igen. Átlag alatt. Balázs viszont elég csúnyán felette szerintem. Hát, de ha csak az átlagosat hozta, akkor meg mindig volt pont módosítója, hogy ki, oh, Jézus, semmi nem ide. Tehát átlag fölött, igen. Igen. Ez egy pajzs, és kettő krit jön be kézbe. Ez a direct hit nyilván. És még egy. Nem, egy ivéd. Ja, van egy ivéd, aha, bocsánat. Teljesen jól lát. Vagy most négy krit. Nem, hét krit. Igen, azt még talán van esély túlélni. Hát így nem. Hát még egy. Na direkte. Nem. Blinded Pilot. Hát ezt hogy szereti Wedge? Mondjuk legalább van esélye javítani, de hát ez... Ugye felmerül a kérdés, hogy ha Wedge nem tudná lehozni, akkor vajon az egyéletes Jake le tudja hozni a meccset? Hát az a baj, hogy Wedge stresszes, a kék mögé tud fordulni, Rose mögötte tud maradni, sárga választhat, hogy Jake-re fordul, vagy Wedge után megy. Nincs, Ricsi nincs jó pozícióban egyáltalán, Jake nem tud bekanyarodni, ha bár de...
Hát fehérebbet. Ami szintén nem olyan ideális. Én azt nem tudom, miért piros egy élesezett, és miért nem fehér kettő élesből barárollozott. Hát lehet, hogy ő se gondolta végig. Kb. Ugyanott lett volna, de lett volna egy Focus Jaken. Igen. Hát vagy és tudott volna... Vagy mondhatta volna azt, hogy kettő éles paráról utána boost, és akkor ugye beljebb van. Bár lehet, hogy nem akart annyira közel kerülni ahhoz a sárgához. Visszatekerek, mit mentő? De egy élest kellett mennie, hogy stresszes legyen. Egy élest ment? Igen, egyest fordult. Gondoltam, hogy lehet, hogy kettest ment, és az előző körből maradt rajta a stressz, de nem, egyest ment. Uh-huh. Vissza tudták görgetni a csetbe? Megtudod a csetet, akkor a bal szélén lesz egy görgő. Meg vagyok. Így. Uh-huh. Hát Attila, nem akarlak ijeszgetni. De szerintem a Balázs ellen fogsz játszani. Nekem is ez az érzésem. Kérdés, hogy ezzel a listával marad, vagy hoz valami mást? Illetve, hogy én mit vigyek ellene? Hát nem tudom, néhány droidot, Landing Strout-szal. Az a baj, a droid swarmban rossz tapasztalataim vannak a T-70-esek ellen, mert nagyon tartósak. Uh-huh. A droidok viszont nem azok. Hiába passzolgatod a kalkuléteket? Hát a három élet az három élet, akárhogy is nézem. Uh-huh. És nem hét. Hát igen. Neki van itt most öt hajója. De ahogy csak a négy hajója van, hét életen. Én hozok 8 droidot három életen. Hiába van kétszer annyi hajóm, ugyanannyi zöld kockám van, de kevesebb életem. Uh-huh. Szóval az sem lenne egy egyszerű menet nekem a droidokkal, mert valahogy meg kell oldani, hogy többet sebezzek, mint amit sebződök. Uh-huh. És mit szólsz ez az új Zen plusz bármihoz? Szeretem, nagyon erős. Sok hajó ellen annyira nem egyszerű. Mert bármennyire is jó kaszni a Fire Spray, mint ahogy láttuk, a két zöld kocka 10 élettel Dashnek sem segített. Hát így, sőt, a 4 se, ugye? Igen. Bár neki van egy reinforce-a, ami néhány szituációban kifejezetten hasznos tud lenni. Uh-huh. Igazából lehet, hogy. De nem lövök le semmit, mert visszanézi, aztán tudja, mivel készülök. Igazad van. Szerintem hoz 4 Y-winget, Rebel Y-winget Ion bombával. 5 Gray Squadront és veterán Turret Gunnerrel meg Ion ágyúval. Befér az egyáltalán? Azt hiszem most igen. De figyelj, akkor nem, akkor jobb. A Republic Y-wingek. Abból befér sok, meg befér BB-8, meg Targeting Synchronizer, meg Wolfpack, meg ilyen mindenféle nagyon finom. És ugye ott a kritek egy darabig nem is sebződnek. Nem is igen. Fordulnak, ugye? És akkor egy jó kis beef a beef ellen. Mindenkinek van fönt, vagy 30 élet a pályán. Így. És akkor meglátjuk, ki bírja tovább a darálót. Na és merre fordult Ricsi? Na, végre kettő leesik egyet. A stressz Jake-ről. Boost és kapja a fókuszt. Boost kapja a fókuszt, így van. Kettőt lép, az biztos. Kettő enyhe.
Az jó, leesik végre a stresszű róla is. El kell találni, hogy melyik az a token. És mondtam volna, hogy ide a Focus Boost tök jól néz neki, de nem csukta be a szárnyát. Igen, ezen én is gondolkodtam így fejbe, csak nyilván elfelejtettünk róla beszélni. És a kérdés, hogy Focus és imádkozol, vagy Barrel-ról és imádkozol? Fókuszál. A Barrel-ról nagyon lehozna a pálya szélére, és ugyan volna éles, persze vissza is tudnél lenni, és Róz annak nem is biztos, hogy örülne. Csak nem lenne túl jó helyen. Igen. De akárhogy nézem, ez így is négy hajó fog előni ezt a szegény wedget. Igen, és hát Jake kékre kellene lőjön, mert hát megy a kettő, az fél pont. Úgy-úgy. És oda is lesz, így-így. Nyugodtan elköltheti a fókuszát, hiszen nem igen. fogják lőni. Sokkal dob, mert az range 2 volt. Várjál. Na. Az range 2 bizony. Range 2. Hát, ez egy. Nem változtak ott. Egy a kékbe. Húzzuk ki a kártyát abba az egy kékbe. Pajzs volt, nem kell kártya. Ah. Ezért akkor... kellett volna kettőt belemetni. Ja, hogy ezért kell... Ah, ott a pajzs valóban. Le is húztam. Bocsi, srácok, majd... Hogy az újradobás, ugye? Hármat. Egy kalkulét, két kalkulét. Így. Hát és vegy, akármit dobhat erre. És ja. Hiába két ivéd. Nem most kellett volna a két ivéd. Ej, vajon a Richnek van gombja, hogy flippelhesse a táblát? Én látom. És szerintem van nála is. Ott egy rajz. GG. Jaja. Hát igen. Túl erősek ezek a T70-esek. Az a baj, hogy ilyen... Tehát ahogyha csak egyeket tudsz beléjük sebezni, akkor röhögve. Halihó. Halihó. Szép. Véres vörös kockák voltak ebben a játékban. Hát a zöldjei sem voltak rosszak ezért. Igen. Ott is mindig volt egy kis festék. Nem tudom, egy hajót legalább el kellett volna vesztenem, én is körülbelül úgy éreztem. Kettőt. Jó, akkor kettőt. Igen, meglepően keveset sebzett. Hát gyerekek, gratulálunk, nagyon szépen játszottatok, és okoztatok egy-két meglepetést így a manőverválasztás terén. Egy dolgot szeretnék nagyon korán tisztázni. Remélem, nagyon tetszett nektek a sárgával történő lépés. A három talon? Fogalmam nincs, miért azt léptem. Azt néztem is, hogy miért azt lépte. Jó, mert... tehát, hogy ott semmilyen mélység nem volt benne, amikor a vegy befordult vele szemben, akkor azért Ricsi így pislogott, hogy erre számít, erre ez így nem mert kellett volna. Arra gondolsz, amikor igen, így megállt igen. Az ott egy négykának kellett volna lennie, vagy egy egyéb fordulásnak. Bármi más jobb lett volna ott, tehát, hogy az egy... Az én egy ott, teljes értékű. Néztem a három talon, de már csak miután te léptél. Akkor láttam, hogy fú, oda az a három talon kitűnően beférne. Ami érdekes volt, hogy még arról beszéltünk, hogy az a kis Barrel-ról ott valahol errefelé, az azért volt nagyon megpróbálandó, mert azt nézegettük Richard, hogy de mi van, ha desél, akkor mivel fordulok rá, aztán mondom ezzel. Befér? Megnézzük. Befért. Úgyhogy volt egy-kettő olyan, amit nem azért, nem, amit nem, mondjuk úgy, hogy meg kellett nézni. De az a háromtalon az nem ilyen volt, az egy vegytiszta benézés volt. Félretárcsázás, nem mi tudom. Mi elhittük. Jó van akkor. Na, de hát a streamet kérik, hogy nézzünk a Dice statot. Hát nézzetek Dice statot. Én 42 darab piros kockát dobtam, Fritsi meg 41-et.
Amíg dobott, addig nagyon dobott azt a dash-t, azt le kellett tépni, az rendben van, de... Kétszer annyi kritet dobtál, mint Ricsi, és több hitet dobtál, mint Ricsi. Röhelyes mennyiségű kritet dobtam. A... Tizet, konkrétan a várhatóakból. Hát a kézből három krit az a zseniális. Bár még tegyük hozzá, hogy szerencsétlen Rose meg a játék végéig dupla moddolt lövéseket lőtt, és nem volt rá szüksége. Csak most itt vegyünk hát végre. Nagyobb baja ne legyen az öreg Rose-nak, komoly. Ja nem. Szóval Balázs, az van, hogy te neked plusz 5,87. Luxcore-t ne nézd, a sorokat nézd. Igen. Luxcore-t sosem szabad megnézni. Az összegzés az nem olyan hasznos. Az csak egy ilyen... Én ha a sorokat nézem, az is gusztustalan, az erős, hogy így finoman. Ricsinek pozitív Luxcore-a van pirosan, ami annyit jelent, hogyha nem lövöm le a dash-t, akkor azért itt sokkal csúnyább dolgok történnek. Nyilván, de hát olyan mínusz az egy, a célpont választásod az nyilván jó volt. Ott ugye az egy rettenetesen érdekes történet volt, hogy valamiért Ricsinek beakadt az, hogy az a dash-ot jó lesz. Aztán a nulladik körben kijelentette, hogy ő azt elbaszta. Úgyhogy... Ezért lenne jó, hogyha hallanánk, ami történik. Én mondom, én bevállalom azt, hogy lehalkítalak titeket, ti úgymond halkabban hallatszótok, mi meg tudunk beszélgetni. De az az öt előre, az ilyen ugyanemlép öt előrét raktam össze az X-wingeket. Tehát, hogy benne volt az arkban, meg számítottam rá, de mondom, csak nem. Csak... Nem, ott úgy éreztem, ez az egy jó lépésem van. Attól féltem, milyen nevésznek van elrollolni. Én játszottam már Ricsi Dash ellen, és bármikor ez volt, hogy egy kicsi esélyt is látott rá, hogy én a droidokkal megblokkoljam Dash-t, akkor direkt olyat lépett, ami lehet, hogy nem optimális neki, de biztos nem lesz megblokkolva. Azt a blokkot akkor is meg kellett próbálnom. Ez így van, tehát az egy nagyon jó próbálkozás volt. És fú, tehát amikor felfedte az ötölört, és így francba. Nem baj, két arkot odafordítottam, de ugye az a két ark, az akkor is ott lett volna, ha blokkolom. Na, nagyon. Hát így. Igen, az akkor közelebb is már minden. Kellemetlen volt. Akkor más írógörs kerülgetett, megmondom. Az egy dolog, hogy lelövik, de hát ennyi szarkritet kapném. Még weapons failure hiányzott az, ami még, amitől nagyon föl... Inkább egy direktet kérek mindig, mint egy weapons failure-t. Igen. És mondjuk úgy lett volna jó, hogyha Balázs az összes X-winget range egybe rakja neked a weapons failure mellé. De és akkor két kockával lövöldözhetek, az már kár elgurítani a kockát, fárasztó. Sem lőttek még rám két kockás dash-sel, úgyhogy ez egy... Én Darth Vader-ek ellen szoktam. Azok ugye küldik a kriteket. Értem. Ja, itt gyakorlatilag felhelyezést nyújtott el a meccs, nem tudom, hogy így mennyire volt izgalmas, mert a felénél éreztem azt, hogy hát nem lesz meg. Szóval nem tudom nézőként milyen lehetett, nem nézem a meccsetet, hogy erre írtak-e valamit. Ez volt egy hatalmas poén a felhelyezésnél. Amikor megállapítottad azt, hogy ha ide rakod, akkor ide rakom, ha ide rakod, akkor meg ide rakom a listámat. De nem hagyhatod itt a nyílást, tehát hogy ez volt a jó döntés teljesen. Tehát, hogyha itt nekem hagysz egy vonalat, amin itt végig tudok haladni a pályán, az fú, retteretes. Ez sokkal volt a jó, csak nagyon szépen jött Balázs volt azon a kicsérésen keresztül. Azt akartam pont mondani, hogy ahhoz képest, hogy... Három kélesen állt fel az alakzata. Én nem tudom, az... De mindenki alá becsüli ezeket a rohadt bébiket. Ezt tanítani kéne, ez komoly, viccen kívül, ez nem... Semmi egyébként volt. Beszélgettem, hogy na, hogy fogsz megbirkózni az akadályokkal, aztán ugye beszéltük, hogy hát van bébéd, rossz tud koordinálni, csak... Egyetlen egy hiba forrás van, ha elcseszem a fölrakást. És az ugye mindig benne van, hogy rosszul rakom föl, elcsúszok valahol, lépek egy olyat, amit elfelejtettem, és akkor minden mindennel ütközik. Tehát ott, amikor befért egymás mellé a két X-wing, akkor mondom, ha nem rontottam el a berakást, akkor befér, de hogy konkrétan igen. Asztalon az a kis mozgástér, ami van a hajóknak, ez jóval leegyszerűsíti. Szóval ez 100%-ig ez így az első körös lépéseken, és a felhelyezésen megy ez a meccs, olyan szinten, hogy ezt így tanítani kéne, mert Balázs nagyon szépen átjött ezen, én meg teljesen már holdat tettem, egyébként nem volt a jó lépés, de akkor minimum jobbra kellett volna fordulni, mint derékszöget vagy a gyengét, és így. Léptem az egyelőrét, azért belerolloztam, hát az nagyon rossz belerollozni. És akkor meccsel kellett volna kezdenem, mert Dash-re nem nagyon lettek volna lövéseim. És ezt akkor sokkal tovább lő Dash. De örülök a Wedget lövöd, mert jobban, mint a Dash lövöd. Hogyne. Tehát ez egy olyan meccsap volt, amikor láttam, mit hozott Balázs, és így elégedett voltam, hogy ez meg lesz. Ez nem nagyon, mert gondoltam, hogy észre kell játszani.
de nem sikerült észrejátszani, és egyből nem lett meg. Hát az igazság, azt látom, hogy az egész listádban elmész, ha a tenézetedből nézed jobbra, és megkerüld az összes aszteroidát, és megvárod, amíg ő bejön a T-70-esekkel közéjük. Igen. Én kapásból ezt láttam, és akkor Dash előre ment, és balra rolloztál, azt úgy néztem, hogy ez nem ez kellett volna talán. Igen. Jobbra kellett volna mennem, igen, de nem túl gyorsan, mert az a baj, hogy az idő kell, hogy megeszek ennyi T-70-est. Tehát az viszonylag hamar... kockán van Final Salvon. Nem is csak az, hanem a... Na, tehát ha itt 2-3 életem van a Dash a végén 1-2-3 T-70-es ellen, akkor hiába vagyok pont hátrányban, azt még úgy le tudja hozni, igen, mert hogy nem lő egyszerre a T-70-es, mert hogy hol erre megyek, hol arra megyek. Szóval egy... Na, az volt a terv, hogy valószínűleg a meccs egy jelentős részében pont hátrányban leszek, de úgy még úgy Dash lehozhatja. Uh-huh. Szóval azért az elején akartam már lövöldözni, hogy legyen időm. Hogy meglegyen az a kicsi előnyöd, amit utána le tud dolgozni, Balázs. Én azt nem értettem, megmondom őszintén, hogy ahhoz képest, hogy ugye a te hajót képes arra, hogy itt mindenen átmenjen, ahogy szokták mondani, tökön passzuljon, te itt ugye ezt az egy debris fieldet csípted meg, aztán azon persze nyilván be is buktál jöhetett mindent. Jöhetett volna belém. Akkor én nekem több kockám van. Gyorsabban jöttek az ellenállók. Ugye nekem az volt a tervem, hogy majd hogy milyen jó lesz, majd, na, mivel igen. Vagyok itt kérdve? Hát, hogy majd ezeken keresztül valahogy lövöldözök, jó, most töröltök mindent. Bocsánat? Semmi baj. Itt a vonaldó, tehát, hogy valahogy, ha itt vagyok, akkor ugye erre lövök valahogy, aztán majd jönnek az akadályozott lövések. Ugye meg is volt az első lövéskörben, tehát ott 5 kockákkal lövöldözött Dash. És még egy kérdés, Ricsi, hogy azt a Dash-t, azt miért nem ide raktad? Ide a bal alsó, jobb alsó sarokba neked. Mert úgy igazából nincsen sokkal több helyen. Tehát igazából azt a Dash-t úgy gondoltam, hogy valóban ide teszem, és akkor attól függően, hogy akkor valószínűleg erre indulnak el az ellenállások, és akkor majd ugye valahogy így megyek majd, hogy valahogy így. De így, na ez így megvolt a fejében, azt föltettem erre, és így erre mentem, és akkor itt álltam, és az... Na, semmi ez igazi világon értelme nem volt. Pont ezt akartam, hogy jaj. Tehát itt már a nulladik körbe beletettem magamat egy nagyon mély gödörbe, amiből nem sikerült magamat kiásnom a végéig, szóval. De szerintem a jó, nem lett volna jó az egyébként, hogy átellenbe megyek, mert akkor nem jönnek erre a T-70-esek, akkor erre jönnek így a T-70-esek, és megnézik, hogy merre megy Dash. És akkor itt vannak a T-70-esek, én akkor vagy erre jövök, már erre nem megyek, akkor onnan kezdve, hogy BB-től jönnek erre, vagy BB-től jönnek erre, és már ugyanott vagyunk, mint itt a második lövéskörben. Az átellen nem lett volna jó, szerintem. Mm-hmm. Hát igen, valahogy igen, tehát ugye itt, ha jól értem, az lett volna a kulcs, hogy valahogy jobban rácsorogatni ezekre az aszteroidákra, illetve űrszemetekre ezeket a hajókat, de hát Balázs nagyon... Csak hogy jobban kerülgessük, de ja, nagyon... Túl jól jöttek el. A másik, amit néztünk, hogy a második körben már sebeztél összesen 7-et a T-70-eseken, csak ez szét volt 24 hajó között. Igen. Nagyon gondolkoztam az összes rohadt fókuszköltésen. Fú. A második lövéskörben. Aha. A második lövéskörben. Tehát, hogy benne volt már, hogy hát megölhettél volna egyet, hogy felezhettél volna kettőt, csak annyira szana szétmentek a lövéseid, hogy egyik sem volt. Nem tudnál semmi. Alapvetően, hogy amikor itt erre állt Jake, és itt előtte a protonját, ott igazából az volt a terv, hogy valahogy így majd erre boostolok, és itt belelövöm valamelyik megakadály, de itt, ugye itt voltak a többi T-70-es. De az pont nem jött volna ki, azt hogy nagyon néztem, mert ugye az volt, hogy nem tudom, itt jobbra berelről, azt mondom, majd előre boostolok, és akkor ide lövöm a berelt, az így pont nem jött volna meg. Csak azért volt az, hogy akkor inkább visszaboostoltam balra, hogy legalább oda kilőjjem a proton. Hát mi azt néztük, hogy ott Jake vajon jobbra barrelrolozik, hogy segítse Dash-t, vagy balra barrelrolozik, hogy ászkodjon és elagrodzsolja azt az X-winget, amiben végül a proton rakéta ment. Hát ja, ott sérült Rose-tól egyet, meg kettőt az X-wingtől. Igen. Ott végig is gondolta Ricsi egészen hangosan, hogy igen, az ott egy opció a barrelroll boost. De én mondom, sebződött 6-ot Dash-nek. Na, elfejtettem, hogy a hard bridge-et meg lehet javítani. Hát úgy meg főleg. És akkor így mentem Dash-sel előre, aztán kikértem a lockot, aztán mondom,
Egyébként megjavíthattam volna a Hardbreach-et egyáltalán? Nézem, hogy megjavíthattam volna, mondom, most már mindegy. Aztán elfejtettem elkölteni a lokkot. Tehát az nem segített. Nem volt rossz az a lokköltés, mert maradt fókuszod védekezni. Tehát... Jó, mondjuk az egyes sebeztem volna ott max többet. Max igen, tehát hogy... Ott egy kockát dobtam volna újra, tehát az nem az a múlt. De na, így na, több közepes, meg pár pici hiba az. Na, sokra megy. Hát a Hurdics volt szerintem, amikor azt mondták az emberek, hogy úgy, Isten, mi lesz. Utána megött, hogy aztán pályott, és akkor így. Érted, ha a kollégám belőtték volna, de ezt tudod, a direkt hittel, akkor jó. De legalább végre van egy játék, amiben nem azt érzem, hogy a francba, hogy indítottam felvételt. Rafi, te is szólj hozzá nyugodtan, látom, itt vagy köztünk. Megköszönték egyébként a speakereket is nektek. Azt hitták ketten is, hogy nagyon jó volt a speakerek, és hogy jó volt az, hogy a kezdőknek majd rászettek, hogy mi történik. Igen, láttam is őket, csak nem tudtam még válaszolni, mert ugye a fiúk elemezték a meccset valóban. Mi köszönjük, hogy itt voltatok, és végignéztétek velünk ezt a mérkőzést. És hát még egyszer köszönöm a mérkőzést. Bízunk benne, ja, hogy gratulálok, Balázsék volt. Hasonló színvonalon tudunk nektek ilyen műsorokat közvetíteni. Köszönjük mindenkinek, aztán készüljetek, mert szombaton Balázsral lejátszuk. Szombaton döntő, dam-dam-dam. Most már csak, hát akkor Ricsi fog beszélni. Tényleg, ja, Ricsi meg Dani meg kommentálnak. Összehozzuk valahogy. Jó van. Így. Gratulálok mindkettőtöknek, mert az idei utás az mindenképp nagy eredmény. A mai mérkőzés is nagy eredmény, leszámítva a Ricsinek. Jó van. Tudod, hogy nem köntörfalazok. Itt fölkínáltad a dest, hogy tessék Balázs, lőjed 4x stringgel. Látod, hogy lőjed, bejártani ellenállásom? Lőjed 4x stringgel a dest, és megnézzük, mi sült ki belőle. Hát ez sült ki belőle. Ez, most már én is tapasztalom ennek a 4x stringnek az erejét, és hát váltig állítom, hogyha itt végig menekülőbe vagy a dessel, és nem mész be középre, akkor egy egészen más mérkőzést látunk. Ja, hát ezt mondom, hogy mérhetetlenül elrontottam, én nem akartam oda menni. Hát, 12 kockából teljesen reális volt egyébként, hogy az elején 5-6-ot sérül. Nem mondom, hogy nem. Az nem volt reális, hogy ott volt 2 darab, 3 találatos dobás, fókusz meg minden egyéb nélkül. Azt úgy néztük Mikivel, hogy hú, azért azok a pirosak nem rosszak. Hát meg a 4 blank. Na de Attila, benne van a kockadobásból, hogy 3 festéket dobsz vele, és mind a 3 csillag alapú. Ugye, akkor, tehát, akkor nem a legrosszabb lehetőséggel, hanem általában átlagra tervezünk. Itt neki az egyetlen kulcs, hogy az 5 hajóból ne 4 vagy 5 lője, hanem maximum 2-3 egy-egy körben. Ez így van. Azért volt 4 blank, meg utána a 2 blank, 1 fókusz, tehát olyan dobások voltak ott, egy olyan szórás, vagy nem tudom, olyan csúcspont volt. Az igen, kijöttek az elsőségek. És egy egyszerre, amik így azért... Szerencsétlenül is jött ki, de pont ez a lényeg ennek a játéknak, hogyha nem kínálja föl magát, akkor elkerüli a szerencsétlen kimenetelű szituációt is. Hát igen, kockajáték egy kicsit, de valamilyen szinten risk management, hogy mennyire mész bele a kockajáték részébe. Igen. Mennyire tud elkerülni a kockajáték részét. Mert ugye, ha nem lőnek rád, akkor nem tudnak ellened sok hitet dobni, illetve te nem tudsz blanket dobni zöldön. Mert közben így elképzeltem, hogy Dash Randall mit érezhet abba a hatalmas űrhajóba, és csak így kinéz az ablakon, és azt látja, hogy úristen, 4 X-Wing folyamatosan tüzel rám, hát szerintem nem volt ideje ezen gondolkodni, egyszer csak felropant. De izgalmas volt egyébként. Az biztos. Jó van, akkor örülök, hogy élveztétek a meccset. Így, és csak hogy lássátok, volt promóképünk is, csak elfelejtettem berakni az elején, úgyhogy most a végén megkapjátok. Már látszik, ott Balázs följebb is van ott a promógépen, tehát az már előre desztinált tani a végeredményt. Így. Hát ő jobban készült, mert mászott be a hajóba, amíg te csak ott pózolgattál. Jaj. Te még flexeltél csak.
Jelesztek, azon a tétlenesek megérkeztek a seggembe, ez pont ez történt. Hát így. Rendben. Én köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok. Srácok, nektek 221. a játékot gratulálunk még egyszer. Gyertek a szerdai gyakorló eseményre. Bármennyi mérkőzés van, hogy jönni. Így, Rafi, akkor promózz el rendesen azt a... De már vége van a streamnek, nem? Nem, itt még vannak még emberek. Még a kapott az online játékhoz a mai közvetítés alapján, holnap szeretettel várjuk itt a Discord csatornán, és egy kötetlen háromfordulós baráti X-Wing eseményen, ahol akár egy fordulóra is be lehet csatlakozni. Tanítunk X-Winget, tanítunk TTS-t, kinek mi hiányzik. Meg mi is tanulunk. Így, ahogy mondod. Így is, csak hogy meglegyen még egyszer Discord link. Jó. Köszönjük, hogy itt voltatok. Na, most zárom a mérkőzést, illetve a közvetítést. Sziasztok, szép estét, sziasztok. Annyit megteszel, hogy ezt fölmegy YouTube-ra, hogy ne vesszen el 14 nap múlva. Megpróbálom beállítani, szerintem. De van állítva az, hogy lementse alapból? De jókat tudsz kérdezni. Ajaj, elveszik a mérkőzés. Csak nem. Majd nézd meg 14 napon belül. Nem tudom, megnézem, hogy... Nem jó, majd meglátjuk, amikor befejezted, hogy visszanézhető-e. Jó van. Sziasztok, jó éjszakát mindenkinek! Sziasztok! 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 Sziasztok.